bátran feladatot kapott. Törjön meg egy királylányát sújtó átkot. Egy éjszakát kellett a hercegnővel töltenie. Alkonyattól pirkadatig. Csak éppen a hercegnő egy halálos szörny volt. A striga. Az átokért felelős áruló lett. Végül a csali.
Megtörte. Hírnevet szerzett. A nagy háború idején a világ megváltozott. A kard, a balta és a megvetés ideje következett. Riviai Gerált eltűnt, feledésbe merült. De ez már egy másik történet. Nos, tehát mindenkinek jó napokat kívánok! Ezután, a bevezető után remélem tetszeni fog nektek a Witcher nevű játék. Ez az első része a Witchernek, ezen kívül van még kettő. A sztoria csodálatos. Én már elkezdtem vele játszani, nem jutottam messzire, de most előről kezdem. Ez a videó kedvéért. És meglátjuk, hogy fog menni. Riviai Geralt, ahogy hallottátok, egy szörnyvadász volt, egy nagyon jó szörnyvadász, az egyik legjobb. És... ja, kezdjük a történetet. Új játék. Ez kell nekem. És egy... közömbös. Igen, a játékhoz van magyar nyelv és magyar szöveg, magyar szinkron. Így... mindenki meg fogja érteni. Azért állítottam be, hogy mindenki megértse, ne kelljen fordítgatnom állandóan, így sokkal egyszerűbb lesz. Na de, gyerünk tovább. Kermoren külső terület. Sztoriról nem mondok el sokat, majd úgyis a játék az magától fogja mutatni. Igen, azt még nem mondtam el, hogy ez egy számítógépes játék. Vagy ez telefonra, tabletre ne keressétek. Az északi királyságok 5 évig nyalogatták a sebeiket a nagy háború után. Éhínség és járvány pusztított. Tengernyi volt az áldozat. A maroknyi megmaradt tünde és törpecség az erdőkben keresett menedéket, ahol végső, elkeseredett harcukra készültek. Az erdők mélyét, az utakat és a korábbi csatatereket a városokban és falvakban a nép egyre csak azt kérdezgette, mi történt a Witcherekkel. Kedven északi részén, a Kékhegységben, 1270. év, 5 évvel a nagy háború után. Amúgy a zenéje is kitűnő a játéknak. Azt is hallgassátok, mert nagyon jó.
De ez mind a három Witchernek jó a zenéje. Hol vagyok? Feküdj le! Minden rendben. Nem tudom merre jártál, de fő, hogy életben vagy. És itt vagy a barátaid közt. Bár úgy nézel ki, mint aki most kell ki a sírjából. Igen, ahogy mondták is, Geralt egy nagyon hosszú időre eltűnt, azért azt hitték, hogy már meghalt. És így most örülnek neki, hogy végre megint megtalálták. Nem emlékszem semmire. Hamarosan beszélünk eleget. Közeledünk Kaer Morhenhez. Kaer Morhen. Rosszul fordították a magyarba, ez Kaer Morhennek ejtik inkább. Ez a Witchereknek a fő vára, kastélya. Csak már eléggé nagy romhalma szegényke. Mindjárt meg is látjátok, hogy hogy néz ki. Az ott a hegy mögött, Kaer Morhen, ez a kővár. Szép helyen van. Igen, itt az elején még jön a bevezetés, sok sztori izgatós rész lesz, inkább ebben a részében csak szöveg van. De ez nagyon fontos része a játéknak az eleje, ez a bevezetése még mindig. Itthon vagyunk. Leo, hozd ide Trist! Az időtök lassan lejár. Élvezzétek ki a szépet, amíg lehet. Te meg ki vagy? Ez látszik, hogy Witcher meg ott a medálja meg a kardja, de hát az meg ki volt, aki ott beszélt az előbb. Nem tűnt olyan szimpatikusnak a szövege alapján. Nem jó, nincs védés. Nem mondhatom elégszer. Piruett, amit mindig egy hátsó keresztvédés követ. Mindig. Alig két nap telt el, amikor rátaláltak. Neked köszönhetem a felépülésemet. Köszönöm, Triss. Emlékszel valamire? Nem sokra. Nézd, azok a mozdulatok ismerősek. Piruett, hárítás, vágás. Úgy érzem, kötődünk egymáshoz. Tudom, hogy te fontos voltál nekem. Geralt, mi... Át kell gondolnom. Hamarosan emlékezni fogsz. Az idő lassan telik Kaer Morhenben. Haha, működött! Rossz, pihenj! Mit gondolsz, Geralt? Készen áll az útra? Leo, hát én még kezdő. Őt még nem igen engednénk el egyedül. Várjuk meg a többit. Egyedül van. A professzor 50 órent ígért minden korcs megöléséért. Ti meg kik vagytok? Egyszerű banditák egy Witcher ellen. Ó, oh. Hát... Ezek se tudják, hogy kivel húzzanak újat. Egyszerű banditák, Witcherek. Na jó, azért ennyi banditával egy Witcher lehet, hogy nem tudna elbánni. Becsukom a kaput. Geralt, ragadd meg a kardot a tréning bábunknál. Jó. Akció. Gyerünk. Gyertek ti banditák, szíje kaplak titeket. Ezt a kardot első lesz kapom meg. Na jó. Kattints a balegér gombol a kard. Igen, igen, az irányítást én már ismerem. Jó. Na gyere ide, te hol vagy? Hol vagy? Kinyírlak. Na, úgy, úgy. Úgy, úgy. Na, ennyi volt. Jó van, jó van. Zártál a portát? Mi
Minek nem kell segítség beszélni, kinyírom egyedül is. Jó, elkaptuk őket, ennyi. Hogy érzed magad? Jól. Tudja valaki, kik a betolakodók? Közönséges banditák soha nem támadnák meg K.R. Morent. Azt mi is tudjuk, Merigold. Kipróbálhatsz néhányat a híres varázslatait közül. A megfelelő időben, Lambert. Elég. Ellenőriznünk kell a többi lehetséges átjárót. A felső udvarhoz. Jó, menjünk a felső udvarhoz, és az hol van? Követem a népet, azt jól van. Köt nem tudom még egyenlő... Ne. Nem tudok hullarablást végrehajtani. Azaz. Köszönjük szépen, ki voltál, Lambert. Köszönöm. Jövök utánad. És elkapunk mindenkit. Bástya. De nekünk nem bástya, hanem a felső udvar kell. Ezek jönnek. Hárman jöttünk fel. De ez így nagyon jó. Na. Mi történik? Ja. Jó. Megpróbálják áttörni a kaput. Faltörőkos nélkül próbálkozhatnak. Próbálkozhatnak is. Francba, mi a fene ez? Csíj, de csúnya vagy! Egy rémsáska, egy kegyetlen bestia. Csíj, de csúnya vagy! Fú, menj innen! Szavolla, ismerem őt. Egy őrülten ambiciózus, erkölcstelen. Te még csúnyább vagy, mint a sáska, te meg végképp húzzál innen. Hát én mindjárt megyek, azt elkapom mind a kettőt, a sáskát is, meg a mágust is. Úgy elkapom őket, mint még senki. Eljönnek ide, készüljetek! Na, az már baj. Ezek csak ne jöjjenek sehova. Még többen jönnek, betörtek a felső udvarba! Azt hogy csinálták? A professzor, öljétek meg! Varázserőt érzek. Egy varázsló van közöttük. Ez nem jó. Professzor, tudod az utat? Menj! És honnan tudná az utat? Még nem volt itt. Valószínűleg, csak én nem tudhatom, mert ugye nem emlékszem semmire, mint Geralt. A professzort körözik Redániában, Temeriában és Kedvenben. Egy igazi törvényen kívüli. Nem hallottam a varázslóról. Merigold, jobban érdekelne az, vajon ártalmatlanítani tudod-e Savollát? A többi a vicserek dolga. Meg fogom próbálni. Közelednek. A rémsáska nagyon veszélyes, de érzékeny az erős zajokra. A harangok a felső udvarban. Pontosan. Ez kell, Lambert, állítsátok meg a rémsáskát és a banditákat. Leo, lépj hátra. Geralt, te nyisd ki a kaput a felső udvarhoz. De rajta vagyok. Amikor főnök. Ott leszünk, Chris megállítja Savollát és az állatkáját. Mi felkészülünk, hogy foglalkozhassunk a professzorral és az ismeretlen mágussal. Jó. Valamit ki fogok találni. Jó. Gyerünk, csináljuk! Írtsuk őket egy kicsit itt lent, mielőtt visszavonulunk. Geralt, kövesd a falat és törj át a toronyhoz, ahol van egy átjáró a felső udvarhoz. Egyedül? Ők csak banditák, bár az egyikük ismerős lehet. Ki kell nyitnod a kaput, mi várni fogunk. Úgyhogy ez egyikük sok szerencsét, ismerős. Farkas! Jó. Jó. Mindjárt megyünk, de azt már szerintem csak a következő részben, mert most egészen régóta megy már a videó. A következő részben folytatjuk innen, felmegyünk a felső udvarba, nem tudom már mi volt a feladat, megnézzük a professzort, meg a többit, kinyírjuk a banditákat. Na de köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb majd még találkozunk, addig is mindenkinek viszontlátásokra.